A terembe lépve, végigpillantva az alkotásokon a látogató szinte egyből ismerős arcokat vél felfedezni. Pogány Gábor Benő szobrait sok esetben neves irodalmi személyek és mítikus alakok hitlették. Alapvetően egy irodalmi merítést szerettem volna válogatni, mert hozzám közel áll. Tehát, hogyha én a szobrászaton belül elgondolkodok, akkor alapvetően mindig irodalmi indítatásúak a munkák. Szoktam is mondani tanítás közben is, hogy a szobrászat az anyagba zárt költészetnek kell, hogy legyen, mert ha nem az, akkor nem fog föléledni az anyag. És a többi, azt pedig úgy gondoltam, hogy ami ebben a térben, mert egyszer körülnéztem, és úgy gondoltam, hogy egy olyan 10-12 szobor az, ami jó arányokkal tudná megtölteni ezt a teret. Pogány Gábor Benő műveiből 2017-ben Felmenők címmel született egy művészeti album, amely összefoglalja az alkotói munka elmúlt 30 évét. Ez egy válogatás. Úgy éreztem, hogy több mint 30 év után, amit a pályán eltöltöttem, kellene egy összegzést csinálni, és ez a könyv ez így született. Kicsit eltér a megszokott művészeti albumoktól azzal, hogy 4 olyan írás is van az elején, ami segíti az olvasót rá hangolni az én szobrászatomra. Ha már nekifogtunk, akkor ezeket több nyelven lefordítottuk, hogy máshol is, ha ajándékba adok egy ilyen könyvet, akkor külföldön is olvasható legyen. A képek az remélhetőleg nemzetközi nyelven vannak. Itt visszatérnék arra a kérdésre, hogy nincsenek címek. Igazából azt hiszem, hogy igaz az, szokták nekem mondani, hogy akiknek tetszenek a műveim, hogy milyen jó, hogy itt nem kell megmagyarázni, hogy miről szól. A kiállítást Szepesi Béla grafikus művész, a Nyíregyházi Egyetem tanszékvezető tanára nyitotta meg. Olyan oldalról közelíteném meg, mint egy barátomnak a kiállítását nyitom meg, és ez sokkal tartalmasabb, hiszen régebb óta vagyunk barátok, mint kollégák. Legfeljebb a kettőnek van némi összefüggése, de ez a barátság, ez már több évtizedes. Úgyhogy úgy szeretném megközelíteni, hogy végülis nézőként milyen hatásokat keltenek bennem ezek a művek. Szepesi Béla azt is elmondta, Pogány Gábor Benő munkásságának itt bemutatott alkotásai természetesen egy szűk, de jól megválogatott keresztmetszetet mutatnak. A kiállítás a Szimbád rendezvénytermében 2024. októberéig tekinthető meg.